Üdvözlet mindenkinek! 2021-et írunk, és az idei év első videójában a Pico 2021-es újdonság katalógusát fogom átnézni egy picit, és megnézni, hogy milyen számomra érdekes magyar vonatkozású modellek találhatóak benne. Kezdjük is a legelején és a legfontosabb dologgal, ami ebbe a katalógusban szerepel. A Pico gyakorlatilag ledobta a nukleáris bombát a magyar vasútmodell piacra szerintem azzal, hogy bejelentette, hogy 2021-ben egy V43-ast fog kihozni az Expert szériájában. Igen, jól hallottátok, egy külföldi nagyszériás modellgyártó, egy magyar, kizárólag Magyarországon közlekedő GANZ villanymozdonyt, mégpedig a V43-as fogja megjelentetni a 2021-es év folyamán. Szerintem ez egy nagyszerű hír minden magyar modellt gyűjtő modellezőnek, hiszen eddig ilyenről még álmodni sem mertünk volna. Nem tudom, hogy mi volt az egész dolognak az előzménye, miért pont ebbe vágott bele a Pico, de szerintem egy nagyon jó választás, és úgy gondolom, hogy látva azt, hogy milyen minőségbe hozták ki korábban a laminátka modelljét, valószínűleg hasonlóan jó minőségbe fogjuk mi is megkapni a V43-asunkat. Ugye negyedévre írták ennek a modellnek a megjelenését, kicsit trükkösen a Pico honlapján is azzal, hogy 2022. januárja. Remélem inkább biztonsági játékot játszanak, és nagyon szeretném ezt a modellt már minél hamarabb a kezemben fogni majd. Egyelőre egy hatodik korszakos verzió van a prospektusba. Ha jól láttam, akkor a karosszéria változatból ez az a V43-as, ez a V5E főjavított verzióról van szó, ahol nincs már körbe az RS csatorna, illetve vannak rajta végzár lámpák. Ez abból a szempontból nagyon üdítő dolog, hogy ezek alapján számíthatunk arra, hogy lesz belőle esetleg papagáj, círmos festésű vagy fecske festésű verzió, ami nagyon jól lehet használni a különböző inga vonatok előtt, akár végre az én posta BHV szerelvényemnek is majd lehet egyszer egy rendes távvezérelhetős villanymozdonya. Ez a verzió gyakorlatilag 2000-es évek elejétől a mai napig szolgálatban van, így egy elég nagy korszakátfogást lehet vele megcsinálni, gyakorlatilag 5. és 6. korszakos mozdonyokat lehet ezzel a karosszéria változattal kiadni. Szerintem az árat is nagyon jól belőtte a gyártó, forintba átszámolva olyan 80 ezer forintra fog kijönni a mozdony, fönn van már a Model & Hobby honlapján, ahogy láttam, és elő is lehetett rendelni, ezt én meg is tettem, úgyhogy innentől kezdve számolom vissza a napokat, hogy megérkezzen majd a boltokba ez a mozdony. Diesel fronton továbbra is gyártásban tartja a gyártó a 4. korszakos narancs festésű szergejét, ez valószínűleg az idei év folyamán is folyamatosan kapható lesz. Emellé a mozdony mellé azonban bejön egy külön szériás, 3. korszakos bajszos vörös csillagos mozdony is. Ahogy látom a képet, ez a 3 fele osztott zsalus verzió lesz, hát valószínűleg elkészítette a Pico azt a forma variánsát is a szerszámnak. Gyesen fronton továbbra is elérhetőek maradnak a Vectronok, mind a gyári Gyesef kivitelben, mind pedig a Gyesef kargós ELL-től bérelt kivitelben. Laminátkából is jönnek újabb festési változatok. Számomra talán a legfontosabb ez a CD kargós verzió, ezek elég sokat járnak erre felénk a 70-es vonalon, és illetve Magyarországon szana szét mindenfele tehervonatokkal. Nagyon kíváncsi vagyok erre a mozdonyra, ez az lesz, amiből szerintem már én is fogok vásárolni. Emellé továbbra is gyártásban marad, ahogy néztem, ez a klasszikus 499-es sorszámú 4. korszakos verzió is. Egyébként ez a mozdony is járt be hozzánk, még annak idején a rendszerváltás előtt nemzetközi vonatokkal, úgyhogy ez is érdekes lehet annak, aki magyar vonatkozású modelleket gyűjt. Desiro fronton most nincs mávos itt a kínálatban, viszont ÖVP-sből 2 is van, a régebbi festésű, illetve most a felújított új ÖBB-s festésű
jármű is szerepel a kínálatban, mint újdonság. Ezek a járművek is elég sokat járnak, főleg a nyugati határszélen be hozzánk, úgyhogy ez is tipikusan egy magyar vonatkozású termék szerintem. Továbbra is a kínálatban marad a Metransos Herkules, illetve az ÖBB-s variánsa, mind a két mozdony elég sokat előfordul szintén nálunk, úgyhogy ezekből is beszerezhet az, aki a hazai témát szeretné megjeleníteni az asztalán. Ugye ezek nem MÁV mozdonyok, de manapság elég sokat találkozunk velük azért itthon, pontosan ugyanúgy, ahogy az ÖBB-s Taurusszal is. Ugyanez hobbi kivitelű mozdony, azonban azoknak, akik nemrég kezdtek bele a vasútmodellezésbe, pont ideális lehet ez a gép. Railjetből is továbbra is kaphatóak lesznek különféle verziók, három kocsi plusz mozdonyos szerelvény, illetve betét kocsikat is lehet majd külön kapni, továbbá vezérlőkocsit. Ezekre én azt mondom, hogy csak szódával mennek el, tulajdonképpen ezek fantázia modellnek minősülnek, azonban, hogyha valaki tényleg mostanában kezdett bele a modellezésbe, annak akár jó választás is lehet, sokkal kedvezőbb áron vannak ezek, mint mondjuk a Jägendorfer vagy a Rokkónak a szerelvényei. Kezdő készletek terén továbbra is gyártásban marad a klasszikus Taurus plusz 3 kocsis szerelvényszett, egy ovál pályával, kétvágányos állomással, 160 euróért. Ebbe a kocsik ugye fantázia festésűek, tehát ne várjunk tőlük túl sokat, azonban a vasútmodellezésbe frissen kezdők számára ez egy nagyon jó alternatíva lehet. Újdonság, hogy már lesz Traxos startset is, ugye ebbe egy expert Trax mozdony kerül be, ahogy látom, szintén ugyanígy három kocsival és egy ágyazatos sínes körpályával. Továbbá itt megtalálható egy ilyen ÖBB Herkuleses tehervonat szett is, esetleg ez is érdekes lehet annak, aki tehervonatos témában utazik. És végre kapni fogunk a lengyel poznani kocsiból is egy mávos festési variánst. Negyedik korszakosnak írja a Pico, egy másodosztályú kocsira várhatunk, itt még csak a számítógépes terv szerepel róla, viszont valószínűleg hasonló minőségben fog elkészülni, mint amilyen minőségben a lengyel PKP-s verziók is elkészültek, róluk készítettem én már egy ilyen kis bemutatót, nagyon várom ezt a kocsit is, várhatóan ilyen május környékén meg fog érkezni a katalógus tanulsága szerint. A PKP-s kocsikból még készülni fog, ahogy látom, egy fekvőhelyes kocsi, ezzel a kék régebbi 5. korszakos festéssel, ugye ez is elég sok nemzetközi vonatban bejárt hozzánk, továbbá ki fog jönni még két szett, egy két másodosztály tartalmazó és egy első és egy másodosztály tartalmazó szett. Ha ehhez a négy kocsihoz hozzácsapjuk a fönn található kékszínű fekvőhelyes kocsit, akkor gyakorlatilag megkapunk egy komplett Varsóvia szerelvényt. Forma újdonságként a Pico is belevágott az Y kocsikba, ezekből is ugye, ahogy látom, el fog készülni az első másod és a másodosztályú kocsi is, továbbá egy hálókocsi is. Ezek a kocsik a 70-es, 80-as és még a 90-es években is elég sokat jártak be Magyarországra, különböző nemzetközi vonatok által. Én egy másodosztályi kocsit majd betervezek szerezni ezekből, hogy a Meridianomba pótoljam a hiányzó járműveket. Érkezik továbbá újdonságként egy ilyen első osztályú AVMZ, ha jól látom, német negyedik korszakos kocsi is. Ugye ez a kocsi is elég sok nemzetközi vonatban előfordult nálunk, például a Bartókban. Eurofima kocsiból is ÖBB-s téren készül a Pico, egy három kocsi szettet fognak kiadni ebbe a klasszikus bordó szürke festésben. Ez szintén viszonylag sok 90-es évekbeli nemzetközi vonatban felhasználható lesz majd. Továbbá gyártásban tartják az első osztályú APMZ, illetve BPMZ, valamint BM235-ös kocsikat. Ezek is elég széles körűen felhasználhatóak a különböző Magyarországra bejáró nemzetközi vonatokban. Érkezni fog továbbá egy régiójetes festésű kocsi is, szintén Eurofima kocsi. A Budapest és Prága között közlekedő régiójet szerelvényekben is ilyen kocsik találhatóak, úgyhogy ők is előfordulnak kis hazánkban.
teherkocsi fronton továbbra is elérhetőek maradnak ezek a két kocsis eltolható oldalfalú mávos szettek, továbbá érkezni fog egy Pannonia etanolos tartálykocsi is. Látszik, hogy a Pico eléggé ráerősített a hazai vonalra, a mávos járművekből is egész szép számmal kerültek ugye ebbe az új katalógusba bele modellek, hát a legjobbakat remélve várjuk azt, hogy ezek a járművek megjelenjenek és végre kézbe foghassuk őket. Látszik, hogy a Pico nyit a kelet-európai piac fele, azon belül is most nagyon jó, hogy megtalálták végre Magyarországot, és hozzánk is hoznak a már megszokott jó minőségű modelljeikből néhány igazán hiánypótló járművet. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ne feledjétek, ez csak az én szubjektív véleményem, nyilván mindenkinek más és más prioritása van, én csak most beszerettem volna mutatni nektek azt, hogy számomra mi lesz érdekes a 2021-es évben a Picótól. Sziasztok, és további jó modellezést mindenkinek!